Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó résztvevőit a Network Shop 2014 mai rendezvényén. A Network Shop, mint ahogy a neve is mondja, alapvetően a hálózatokról szóló fórum eszmecsere, amelynek keretében a magyarországi adatátviteli távközlési hálózatok és a kapcsolódó informatikai szolgáltatások a fő témája, a fő üzenete ezen a rendezvénynek. Ugye ránézve Pártai Lucia számítógépére teljesen meglepő módon egy hálózatról letöltött időjárási műholdkép látható, ami szintén annak köszönhetően van, gondolom, a gépen, hogy jól működő hálózatot használ, és valószínűleg mint kép és adat nagy sávszélességet és igényelt ezen kép letöltése. Visszatérve a témánkra, azt gondolom, hogy Magyarország egy olyan ország 2014-ben, ami vezető szerepet tölt be a hálózatok fejlesztése terén, nem csak Közép-Európában, hanem Európában is. Az elmúlt években számos nagy kormányzati projekt keretében sikerült a magyar távközlési hálózatokat fejleszteni állami oldalról, illetve a piac is megtette a magáét, és számos olyan fejlesztést hajtott végre, melynek keretében piacvezetők vagyunk Közép-Európában. Ahhoz, hogy ezt a helyet ne csak megőrizzük, hanem tovább fejlesszük, a következő 4 évben további jelentős beruházásokat tervezünk megvalósítani, részben piaci oldalról, piaci alapon, részben pedig a kormányzat aktív szerepvállalásával. Ebben a szerepvállalásban egyrészt fontos szerepe van annak, hogy Magyarország nagyon komoly összegeket, több száz milliárd forintot fordít infokommunikációs fejlesztésekre a következő 4 évben. Ezen belül összességében nagyjából 200 milliárd forint értékű hálózatfejlesztésre kerül sor a következő időszakban. Ennek köszönhetően azt várjuk, hogy nem csak a központi gerinchálózatok, a központi szolgáltatások, hanem a rurális vidéki területek is jelentős fejlődésben részesülhetnek, és minden magyar háztartáshoz eljuthat a szélessávú internet. Ennek köszönhetően továbbfejlődhet a digitális piac, a digitális gazdaság, ennek köszönhetően további pénzügyi és adminisztratív előnyöket érhetnek el mindazok a magyar emberek, magyar polgárok, akik ezen rendszereket, ezen hálózatokat használják. A mai találkozó rendkívül jó alkalom arra, hogy immár 23. alkalommal a piac, illetve a szakma, a kutatás, a tudomány szakemberei, szakértői eszmét cseréljenek, vitatkozzanak a jövőről, azokról a technológiákról, amelyeket használunk vagy használhatunk, azokról a lehetséges továbblépési irányokról, amelyekből újabb hálózati megoldásokat, újabb informatikai, infokommunikációs lehetőségeket aknázhatunk ki.